A nagykövet hangsúlyozta, Budapest továbbra is támogatja Szerbia uniós csatlakozását. A sikeres együttműködést a felek közötti több éve tartó párbeszéd is bizonyítja. Magyarország és Szerbia külkereskedelmi forgalma az elmúlt évben 41%-kal nőtt a korábbi időszakhoz képest. A nagykövet ismertette azt is, hogy miként szavazhatnak a külhoni magyarok az április 3-ai magyarországi országgyűlési választáson. Akik levélszavazat útján adják le a szavazatukat, az ő esetükben a regisztráció határideje március 9-én 16 óra volt, tehát eddig az időpontig kellett regisztrálni. Viszont nagyon fontos, hogy aki 2018-ban a parlamenti választáson leadta a szavazatát, tehát rendelkezett regisztrációval, illetve a 2019-es Európa parlamenti választáson is élt ezzel a jogával, tehát már egyszer regisztrált, az ő esetükben nem kell újra regisztrálni, kivételt képez, hogyha az adataikat módosították. Egyébként a regisztráció az 10 évig érvényes, és hogyha valaki kéri ennek a meghosszabbítását, akkor természetesen erre van lehetőség. Akkor is újraindul a 10 év egyébként, hogyha valaki élt a szavazati jogával. A tervek szerint 2025-re elkészül a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakasza, ennek célja a két ország közötti tömegközlekedés hatékonyabbá tétele. Jelenleg a magyar-szerb határátkelő helyeknél tapasztalható hosszú várakozás számos esetben akadályozza az zökkenőmentes forgalmat. A gyors vonat üzembe helyezésétől részben az átkelő helyek tehermentesítését is várják, nyilatkozta a nagykövet.